Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Nem mehetünk el szó nélkül amellett a felszállás mellett, amit Ungár képviselő úr itt a LMP végvárai, a megmaradt egy-két emberből felszólalásában intézett ide hozzánk, hogy először is szeretném visszautasítani azt, hogy ön kistílűnek nevezzen nemi erőszakot, gyilkosságot, késelés szerte Európában, amikor arról beszél, hogy a híradó kistílű migránsok által elkövetett bűncselekményekről beszél. Ezt szeretném az áldozatok és az áldozatok családtagjainak a nevében is visszautasítani. Szerintem nem ezt a hangnemet kellene használni ezekben az esetekben. Képviselő úr, az országimázs soha ilyen jó nem volt. Ebből látszanak az export számai, a turisztikai számok, Budapest. Az önök által rendkívül nagyra tartott nyugati sajtóban Budapest rendszeresen első, második vagy harmadik helyet kap turisztikai célpontokban. A reptér forgalma soha nem látott mértékeket ölt, a turisztikai bevételek soha nem látott rekordokat döntögetnek, ugyanígy az export. Ez az országimázs, tisztelt képviselő úr. A román jogállamisági vitáról, ami ma is zajlik az EP-ben, ön aggódott, hogy mivel Dajs Tamás képviselő úr itt van, ki fogja képviselni. Hát jelezném, hogy a választók jóvoltából nekünk nem egy EP képviselőnk van, hanem 12, tehát ott ülnek a vitán, és nyilvánvalóan a magyar érdekeket képviselik. És képviselő úr, ön beszélt itt köpönyek forgatásról, és ugye önök azok, akik úgy változtatják a kommunikációkat, ahogy éppen Ron Werber fütyül. 2000-t. Ön most itt többször a felszólalása felében a határon túli magyarok ügyével foglalkozott, a határon túli magyarok ügyért aggódott, ugye 2011-ben az LMP álláspontja volt az, hogy nem támogatják sem elméletben, sem gyakorlatban a határon túliak szavazati jogát. Az önök képviselője mondta azt a Kárpát-medencei képviselők, magyar képviselők fórumán, hogy az LMP nem támogatja sem elméletben, sem gyakorlatban a határon túliak szavazati jogát. Innen jutottunk el idáig, én örülök abban, hogy megváltozott az LMP álláspontja, de innen jutottunk el idáig. Köszönöm szépen!